Egy győzelemmel és két vereséggel várta mindkét csapat a negyedik fordulót, a Lilában játszó SVS-e, illetve a Győrieto FC kettes együttese. A vendégeket népes szurkolótábor is elkísérte, akik végig tombolták a 90 perc nagy részét. Meddig nem ez volt a jellemző, de ennek egyébként örülünk, egyébként valahol így is kéne lenni, szerintem most az nem segítség a csapatnak, hogy megkezdik, kikezdik a játékosokat, meg elkezdik szidni őket, vagy akárkit. Lehet kritizálni persze, de ma kifejezetten jó szurkoltak. Ceolin és Trestik is helyet kapott ezúttal az MB2-es csapatban, ahol az első lehetőség a vendégek előtt adódott. A kapu előtti kavarodásból azonban nem lett gól, miként az azt követő szögletből sem. A védőknek ugyan a beívelés sikerült tisztázni, de a lövés hárításához már Molnár kapus is kellett, aki szép vedődéssel csípte el a labdát. A 19. percben aztán megszerezte a vezetést a Sopron. Stresci keresztlabdájából egyből indult a kontratámadás. A lilafehérek szélsője, miután megszelídítette a labdát, egyből dobta tovább csapattársa felé, és a lehető legjobb ütemben ugratta ki Bauszt, aki a lest reklamáló védő mellett fejelt a kapuba. Akkor még nem sejthették a vendég drukkerek, hogy ez lesz az utolsó momentumuk a mérkőzésen. Innentől kezdve ugyanis egyre nagyobb fölényben játszott az Eto. Stresztyék szabadrugása után még nem, Varga Tamás kiugratása után viszont már volt miért örülni a győrieknek. A góllövőlista illovasa ugyanis csak úgy, mint az előző három fordulóban ismét betalált. A csatár ezúttal horvát passzával fordult be a 16-oson belőre, és szépen kilőtte a jobb alsó sarkot. A félidő így 1-1-es döntetlennel zárult. Ő nagyon jó lelkületű fiú, aki ki tudja zárni a külső körülményeket, és csak a meccsre tud koncentrálni. Van egy olyan jó képessége, hogy nagyon érzi a kaput, jól kerül gólhelyzetbe, és jó százalékban használja ki azt, ezt már a IFI-ben is bizonyította. A szomszédban véget érő kézilabdameccsről távozó fradisták kaptak díszkíséretet. Lehet, hogy őket nézték a soproni ultrák is, akik nagyrészt még a büfében voltak akkor, amikor az 54. percben Fazekas teljesen feleslegesen szabálytalankodott, és miután volt már egy sárgája, már is mehetett zuhanyozni. Vég Tibor vezetőedző érthetően volt bosszus, hát még akkor, amikor a kiállítás után egy perccel már nem csak ember, hanem gólhátrányban is volt a csapata. Ceolin szerzett labdát, ezzel indult meg Horváth, aki előbb tisztára játszotta magát, majd a kapu jobb alsó sarkába lőtt. Ezzel a góllal tulajdonképpen el is dőlt a mérkőzés. Teljesen eldöntötte, megpecsételte a sorsunkat igazából, de talán nem biztos, hogy erre lehet csak visszavezetni, mert azért játékban is egy picit elmaradtunk magunktól, de ez biztos, hogy döntően befolyásolta a mérkőzés végeredményét. 10-en maradtunk, egyből gólt is kaptunk, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy ez betette teljesen a lehetőségeinket abszolút nullára csökkentette. Ugye 10 emberre, nagy melegbe, jó is játszott az ellenfél, utána már nem maradt sok sanszon. Hogy lesz-e olyan, aki a győzelem miatt elkezdi növeszteni a szakállát, mint Pili Bajtisz, azt nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy a harmadik gól, ha lehet, még szebb akció után született, mint az eddigiek. A csereként beállt Molnár Tibor a hétközi ligakupa szóló után ismét betalált, jelezve, ha egy jó csatára van szükség, rá is lehet mindig számítani. Sokat gyakoroljuk azt, hogy felállt védelem ellen a falba, hogy tudunk játszani rövid passzokkal, pici elmozgásokkal, gyors döntésekkel. És hát jó volt látni, hogy most ez valóban bejött. A találkozó utolsó gólja a vízivó szünet után érkezett, ekkora már teljesen macska egérharc volt a pályán. A szóló Nyitrai nevéhez fűződik, aki szépen kígyózott egyre közelebb és közelebb a kapuhoz, majd lőtt egy védhetetlen gólt. Az Eto MB2-es csapata így 4-1-re győzött az SVS ellen, és 6 ponttal a 8. helyen áll a tabellán.